Hajnalig oltották a tüzet a regionális hulladékkezelő központban. Vasárnap este keletkezett a tűz. Este 7 órakor hívott az őrzésvédelmet ellátó kollega, hogy kigyulladt egy bizonyos típusú hulladék, ezt úgy hívják, hogy RDF, tehát ez a nagy fűtőértékű, magas fűtőértékű tüzelőanyag hulladék. És valóban, amikor mentünk már ki a gépésszel, televezető is érkezett, szállításvezető, gépkocsi vezetők, hogy mentsük, ami menthető, láttuk, hogy már messziről látható lánga lég a regionális hulladékkezelő központ. Amikor odaértünk, azért az ijegységünk kicsit alább hagyott, mert egy bizonyos része égett, csak a keleti része a hulladéknak, és csak a bálatárolóban keletkezett egy kis elektromos kár, illetve a bálatároló az oldalfala, ez egy ilyen lindabb lemez kialakítású tároló, ez sérült meg. A marcali, keszthelyi és nagykanizsai egységek az áramtalanítás után megakadályozták a tűz átterjedését a feldolgozó csarnokokra és konténerépületekre. A tüzet 6 vízsugárral sikerült eloltania a tűzoltóknak. Gyakorlatilag anyagi kár az elektromos helyreállítási költségen kívül nem keletkezett sem gépészetben, tehát a telepített gépsor is érintetlen, a mobilgépek is azok. A gépészünknek volt nagy feladata, reggelig tartó feladata, hogy a sérült hulladékot kitermelje onnét. A tűzoltók folyamatosan reggel, hát hajnali 4 óráig dolgoztak a hulladéknak az eloltásán, hiszen ez a hulladék ez izzik belülről is, tehát egy alattomos hulladékról van szó. Hát ha nekem szabad ilyet tenni, akkor én ezúton nagyon megköszönném a katasztrófa védelemnek a profi munkáját. Marcaiban a Cserhát pusztán a regionális hulladékkezelő központ nyílszíni tárolójában körülbelül 300 négyzetméteren égett az ott elhelyezett hulladékdarálék, amelyik veszélyeztette a fő csarnokot. A kiérkező marcali, kanizsai, kazalakarosi, keszthelyi tűzoltó egységek több vízsugárral, munkagépekkel, illetve kéziszerszámokkal a tűz továbbterjedését megakadályozták, ezáltal a feldolgozó csarnokot megmentettük. Kiérkező katasztrófavédelmi műveleti labor egészségre káros anyagot a levegőben nem tudott kimutatni, a tűz keletkezése véletlenül öngyulladás volt. Krajcár Ibolya, a marcali és térségek közszolgáltató non-profit Kft. Ügyvezetője elmondta, a kár elhárító tevékenységet azonnal megkezdték a dolgozók. A telep most nem üzemel, maga a hulladékfeldolgozás áll, tehát a külső partnereket már tegnap este elirányítottuk más feldolgozóba. A mi gyűjtésünk egyelőre, ugye még nincs a nap vége, tehát egyelőre még a kukáskocsik dolgoznak, ez majd a nap folyamán fog elválni, hogy a mi magunk által szolgáltatott körzet hulladéka hova kerül. A katasztrófavédelmi mobil labor méréseket végzett a helyszínen, de káros anyag nem terjedt a lakott terület felé.